inkább ilyen gondolatébresztőnek, meg lehet próbálni, bele lehet jönni, nagyon szép kis darabokat lehet vele gyártani. Ezért kértem tőletek is, hogyha lehet, hozzatok egy kést, és akkor szakadozik egy picikét. Ágok akár minden irányba, de a földön is lehetnek kis fűszálak, vagy akármi lehullott ágdarab. No, tehát most megmutatnám, ebben a stádiumban van a kép. Nem baj az, hogyha folyik, ugye? Jó, ez így a pleci nem ezen fölemelni, egy picit össze lehet a pleciket, hadd dolgozzanak együtt mindenféle irányból. És egy picit sárgát akarok, és már is egy ilyen, már is van egy mozgása, egy ritmusa a képnek. Fehéren is itt, azt már csak a végén szoktam használni. Tehát viszonylag úgy, ez ilyen korlátozott palettával dolgozom, nem sok szint alkalmazok. És ezt a fehért akarom valahogy hangsúlyozni a fehérnek ezeket az árnyat, ez a mozdulat. Ugye, de hát mindenképpen, ugye ahogy szokták mondani, ahogy szoktam mondani, festészet is kereszténység, a végén ugye a reményt meg kell adni ugye a reménytelenségbe, és a remény ugye a festészetben a fény, és a fény az pedig régen ugye arannyal fejezték ki, ugye fényt, ugye a középkori festményeken, hát most egy kicsit egy ilyen sárgával, egy citromsárgával fejezném ki, és azt tenném egy picit oda. Nem még lehetne egy kicsit narancsal. Hát mindenképpen azért nálam mindig ősz van a képeken. Nyári képet is festek, de azért inkább az őszi részeket szeretem, mert az ősz azért az a festészetnek, a plenér festészetnek az igazi része. Számomra. Na hát ez igazából ennyi, ez egy stádiuma, és ugye tehát ez az első réteg, amit leteszünk, és akkor várom, hogy megszárjon, kiteszem a napra, a 10-20 van a szárad is, és már is folytatom, de már nem sok van ezzel körülbelül még egy 10 perces meló van, nem is kell többet mondani, ugye? Amit szokták mondani, aki sokat akar mondani, mondjon keveset. Na, hát ez ennyi. Egyelőre.